Pár Dávid pályafutása Győrből indult. Sopronban a játékos karrierje mellett már elkezdett edzősködni, majd egy kis sörgyári kitörő után Budapesten találta magát. A Magyar Asztalitani Szövetségnél sportigazgatóként kezdett dolgozni nem is olyan rég. Ma viszont már a MOAC főtitkárát tisztelhetjük személyében. De hogyan is kezdődött a története? 10 éves koromra vezethető vissza. Igazából azt megelőzően nyilván fociztam, mint nagyjából majdnem minden fiúgyerek, meg kosárlabdáztam egy kicsikét, meg tájfutottam. És akkor egy nyári tábor alkalmával, egy anyanyelvi tábor volt Balatonon, és ott az egyik ilyen fő foglalatosság volt a szabadidőnkben a pingpongozás, és ott elég jól sikerült, ott a házi versenyt sikerült is megnyernem, és egy olyan srácot is sikerült legyőznem, aki egyébként már pingpongozott a Győri Elektromosban, akkor igazolt játékosként, és akkor úgy bekattant, hogy ezzel érdemes volna foglalkozni, és a nyarat követően gyakorlatilag az első iskolai tanítási napon ezzel a sráccal, aki egyébként az osztálytársam volt, elmentünk a Győri Elektromoshoz, és ott kezdődött igazából a kapcsolatom az asztali tenisszel. Teljes utánpótlás koromat azt a Győri Elektromosnál töltöttem. Ott nevelkedtem több edző keze alatt. Itt a Víg Zsoltot tudom megemlíteni, a Kun Tibort, Kalmár Tamást, Péter Pált, akikkel a legtöbbet dolgoztam együtt. És igazából végigjártam a korosztályos versenyeket gyakorlatilag országos szinten. Nem tartoztam egyébként az élmezőnybe, tehát így a ranglista 20-25. Helye környékéig sikerült eljutnom. A csapat bajnokságban talán azt mondhatom, hogy ott egy kicsit több sikerünk volt. Ott egy saját nevelésű garnitúrával elindulva megyei első osztályból az NB1-es bajnokságig játszottuk föl magunkat, és amikor eljöttem Győrből, akkor az utolsó évet gyakorlatilag ott az NB1-es bajnokságban töltöttük, és ott értünk el egy negyedik helyezést, és ezt követően aztán átkerültem Sopronba, ahol meg egy teljesen más szakasza kezdődött a pingpongos pályafutásomnak. Pár Dávid a rendszerváltás sportra gyakorolt hatásait testközelből tapasztalta meg. De mennyire is változott meg az asztali tenisz helyzete? Én a saját személyes példámon úgy érzem, hogy gyökeresen változott a dolog. Tehát ugye a Győri Elektromosnak, tehát ez egy klasszikus szocialista sportegyesület volt, az Észak-Dunántúli áramszolgáltatónak volt ez a csapata, és hát mint vállalati egyesület működött gyakorlatilag ennek minden előnyével és hátrányával. Amikor én gyerek voltam, akkor komoly első osztályú csapat volt Győrben, és hát őket figyeltük, ahogy a nemzeti bajnokságnak abszolút az élvonalához tartoztak, és abban a pillanatban, hogy egyébként következett egy váltás, amikor ezek az állami cégek elkezdtek kivonulni a sportból, akkor ez a Győri Elektromosra is egyből a hatását kivetítette, és az addigi él csapat az eltűnt, és gyakorlatilag onnantól kezdve teljesen utánpótlás nevelésre rendezkedett be a klub. Teljesen más volt igazából akkoriban szerintem a szülőknek, meg a gyerekeknek is sokszor a hozzáállása. Például az én szüleim azok soha egyetlen egy edzésen nem jelentek meg, és nem néztek végig, és nem jöttek el versenyekre, hanem sokkal inkább akkor volt a klubon belül egy gyerekközösség, akik az edzőkkel közösen készültek, és élték meg a mindennapokat a sportban, legyen ez edzés, vagy pedig verseny. Ehhez képest ugye a mai világban pedig a szülők abszolút egy fontos szereplői itt a szülő, edző, gyerek hármasnak, és nagyon intenzíven be vannak vonódva. És nyilván a régebbi időkben is voltak azért olyan szülők, akik az átlagnál jobban szerepet vállaltak a gyermekük sportolásában, de talán annyira nem volt ez a szerep domináns akkoriban, mint talán manapság. Ez szerintem egy gyökeres változás a régi időkhöz képest. A MOAC főtitkár az élete meghatározó részét töltötte Sopronban. 18 évesen kerültem egy döntő választás elé az életben, mint egyébként ugye 18 évesek úgy általában, hogy melyik egyetemre is hol kéne tovább tanulni. Hát azért ott a választásnak egy fontos szempontja volt az, hogy olyan egyetemre akarok menni, ahol lehet a pingponggal is foglalkozni mellette, tehát ez egy döntő szempont volt a kiválasztásnál, és hát túl messzire azért nem akartam kerülni Győrtől, Budapestre nem nagyon vágytam igazából akkoriban, mint vidéki gyerek, úgyhogy ezért aztán maradt Sopron, ami azt gondolom, hogy a mai napig is egy jó döntésnek érezhető, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy ez jó választás volt.
Kezdetben egyébként még csak úgy zajlott az ottani pingpongos pályafutásom, hogy ott edzettem, az ottaniakkal készültem a mérkőzésekre, de rendszeresen hazajártam mérkőzést játszani Győrbe, tehát még azért néhány évig így mentek a dolgok, és aztán mikor a soproni csapat felkerült az NB1-be, akkor kerestek meg az ottani vezetők, hogy Győrből egy másik csapattársammal igazoljunk át az ottani NB1-es csapatból, és szerepeljünk a soproniaknál. Aztán mi erre igent mondtunk, és onnantól kezdve gyakorlatilag Sopronhoz kötött már a pingpong is az egyetemen kívül, úgyhogy a privát életemnek a döntő része az ott zajlott innentől kezdve. Kezdetben játékosként, de aztán ez elég gyorsan átfordult az edzősködésbe, ugyanis időközben én elkezdtem a testnevelési egyetemnek a szakedzői szakát. Ott már a végzés felé közeledtem, és ez azért viszonylag hamar megfogalmazódott bennem, hogy játékosként azért a csúcsokat nem fogom ostromolni, viszont valamit azért mégis jó volna alkotni ebben a sportágban, és ezt nagyon gyorsan láttam igazából, hogy ez az edzősködés lehetne az, amiben én szeretném kiteljesíteni magamat. Úgyhogy az ottani vezetők, a soproni vezetők felajánlották, hogy a játékoskodás mellett kezdjek el gyerekekkel foglalkozni, és aztán ez heti először 3 alkalom volt, majd aztán 5 alkalommá vált, és viszonylag gyorsan a vezetőedzői pozícióba találtam magamat. Jó ideig dolgozott kettős pozícióban, a nap első felében az egyetemen, majd edzőként, míg nem váltásra szánta el magát. Ez a kettős életmód, az egyetemi pályafutás, illetve az asztaliteniszes pályafutás azért hosszú távon eléggé megterelő tud lenni. 8 évig csináltam egy párhuzamosan ezt a kettőt, és azért előbb-utóbb eljött az az idő, amikor azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ez hosszú távon bírható, hogy hétköznap reggel 8-tól este 8-9-ig dolgozik az ember, előbb az egyetemen, majd a pingpongteremben, és utána a hétvégén is még elmegy és eltölti az összes idejét a versenyeken. És úgy éreztem, hogy ne fásuljak ebbe bele, kell egy kis váltás ehhez. Úgyhogy ott volt is egy merésznek tűnő, vagy meredek váltás. Ugye az addigi egyetemi közszférából kiléptem a versenyszférába, és a soproni sörgyárban kezdtem el dolgozni, abszolút teljesen a piaci viszonyok közepette. Majd aztán utána jött megkeresés az Asztalitenisz Szövetség részéről, hogy volna-e kedvem részt venni a szövetség működésében és segíteni a sportágat most egy másik aspektusból, nem klub, illetve nem edzői szemszögből, hanem egy olyan pozícióból, ahol globálisabban ki tudom fejteni a hatásomat, illetve szélesebb látókörre rá láthatok a sportágra, és több mindenhez hozzá tudok nyúlni, és több emberrel együttműködve valami nagyobbat tudunk alkotni közösen. Ez az alkotási folyamat azonban nem egyszerű, amit Pár Dávid is csak a pozícióba belecsöppenve tapasztalt meg. Kívülről azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem látszik, hogy ez mennyire szerteágazó feladatkör, és mennyire sok mindennel kell foglalkozni, és mennyire sokrétű. Tehát itt tényleg sportszakmai kérdések is nyilvánvalóan nagyon sűrűn előkerülnek, de ugyanúgy gazdasági vonatkozású kérdések, jogi természetű ügyek, különböző szervezetekkel való kapcsolattartás, a legfelsőbb állami irányítástól kezdve a legtávolabbi vidéki egyesületekig bezárólag. Tehát annyira sokrétű és annyira szerteágazó valóban, hogy ezt talán kívülről nehéz is megítélni, és az ember talán elsőre fel se tudja mérni, hogy mit vállal, csak amikor már benne van a sűrűjében. Mert én most már érzem, hogy benne vagyok a sűrűjében, úgyhogy próbálok megfelelni itt a kihívásoknak. És hogy mi a legjobb a mostani munkájában? A legjobb? Hát azt csinálhatja az ember, amit igazán szeret. Tehát ez sokszor nem is munkának tűnik, és olyan pillanatok alatt telik el a nap reggeltől estig, hogy észre se veszi az ember, és nem érti, hogy mi történt az elmúlt órákban, hogy ilyen hamar vége lett a napnak, és hogy még a egy plusz 24 óra a napból hiányzik, és jó volna, hogyha ott lenne. Tehát azt gondolom, hogy az a legpozitívabb, hogy erre nem munkaként kell elsősorban tekinteni, hanem egy kvázi hobbiként, ami persze mellette nyilván azért munkát jelent.